Köszöntöm nézőinket! Önök a Dunai Város Televízió ProArt című magazinját látják. Egy különleges előadással indította a stúdiótermi darabok sorát a Bartók Színház. A Hamvaimból című monodráma Tőkés Nikoletta a Teátrum színművészet diploma munkája volt, ezúttal pedig Berecki Csilla rendező segítségével vitték színre a regényt. A mű egy méhnyakrákból felgyógyult nő történetét dolgozza fel. Erős monológokban, megrázó momentumokban bővelkedik a Bartók Színház idei évadának első stúdiótermi előadása. A Hamvaimból című monodráma főszereplője Tőkés Nikoletta, aki diplomamunkájaként egyszer már színre vitte ezt a regényt, ám a dunajvárosi darab merőben eltér az egyetemi munkától. Végül is ez egy, mondhatni, két szinte teljesen különálló projekt lett, ami az anyag sűrűségét meg eszenciáját illeti, hiszen itt egy profi stáb volt segítségemre, hogy színpadra tudjuk állítani ezt a művet. Ott pedig teljesen egyedül kellett ezt így abszolválni az egyetemen, úgyhogy ebből a szempontból volt segítség is, ezért nagyon hálás vagyok a csapatnak. Tőkés Nikoletta kiemelte, az írónő Szentes Éva is figyelemmel kíséri a munkafolyamatot, amely számára motiválóan hat. Rendkívül hálásak vagyunk, és nagyon-nagyon köszönjük Évának a bizalmat, hogy ezt a csodás anyagot a kezünkbe adta. Mivel két különböző városban élünk, ezért nagyon sokat beszéltünk telefonon, messengeren, apró változtatások, ha voltak, akkor általában próbáltuk tájékoztatni, de szerencsénk volt, mert nagyon együttműködő az Éva is, és ez egy nagyon gördülékeny munkafolyamat volt így ezen a téren. A korábban színpadra vitt munkától eltérően itt zenés betétek is színesítik az előadást, ám más eltérések is mutatkoznak. A diplomamunkához képest mondom teljesen más, hiszen ott ilyen zenei aláfestések nem is voltak az én anyagomban. Itt a Súlyog Benedek, akivel már így a Bartókba járó közönség találkozhatott, írta ezeket a fantasztikusan klassz zenéket, és hát ezt így próbáltuk egy picit hangulatilag összepasszolni az előadás stílusával, meg a mondani valóval. A rendező Berecki Csilla elmondta, kellemesen váratlanul érte a felkérés, hogy segítse a munkát. Meglepő volt egy picit nekem a megkeresés, mert ugye mi nem dolgoztunk együtt korábban, illetve én láttam Nikit több előadásban itt a Bartókban, de ő nem nagyon látta szerintem az én munkáimat, illetve a Dobák Liviával, a dramaturggal, ugye ők erős munka és baráti kapcsolatban állnak, és akkor ő ajánlott neki azt hiszem engem, mert az volt az alap felvetés, hogy egy olyan embert szeretnének ehhez az anyaghoz, akinek egy picit ilyen szárazabb, vagy szikárabb, vagy keményebb a stílusa, mert ugye ez egy nagyon erős drámai anyag, és hogy ne csúszunk át egy ilyen nagyon lírai, vagy esetleg túlzóan romantikus megvalósításba, és akkor valahogy így találkoztunk össze. Nagyon sokat foglalkoztunk az anyaggal, hónapokon keresztül igazából, mire eljutottunk a konkrét próbáig. Én készítettem egy saját szövegváltozatot a Líviával az eredeti regényből, és akkor utána azt összeegyeztettük a Nikinek a színművészet és diplomamunkájának az anyagával, és akkor így állt elő egy saját rendezői példány, illetve a látványtervezővel, mi a Recki Edittel készítettünk egy látványkoncepciót, és akkor miután a tervelfogadáson a vezetés elfogadta ezt, azután elindult ugye a gyártás, és akkor szövegtanulásra többi, és most itt vagyunk. Kevés idő volt a próbákra, mert ugye nagyon sok feladata volt Nikinek a színházban, de úgy gondolom, hogy az előzetes felkészülés alapján rendben leszünk, vagy hogy minden a helyére kerül. A Hamvaimból című előadás egy méhnyakrákból kigyógyult nő történetét ismerteti. A darabot a bemutató után októberben még két alkalommal láthatják az érdeklődők a színház stúdiótermében. Október 2-án és 22-én este 7 órától. Vona Gábor könyvbemutatójának adott otthont a Városháza C-szárnya.
A Míg a halál el nem áraszt című könyv témájának középpontjában az elmúlás, az attól való szorongás, illetve az a motiváció áll, ami arra késztet bennünket, hogy a halálunk előtti rövid időt tartalommal töltsük meg. Akár Ady Endre sorai is eszünkbe juthattak a legutóbbi könyv bemutatón. Ezerszer gondolt csodaszépet, gondolt halálra, borra, nőre. Hiszen Vona Gábor Míg a halál el nem áraszt című könyve, mint a címe is mutatja, előbbi téma köré összpontosul. Nehéz azért egy-két mondatban összefoglalni, de valóban ennek a könyvnek az alapvető hipotézise az, hogy az ember abban különbözik más élőlényektől, hogy tud a haláláról. És meggyőződésem szerint ennek a felismerésnek evolúciós és kulturális jelentősége van. Lényegében ez egy olyan mélyről jövő szorongásra készteti a Homo sapiens-t, amiből csak a kultúrával tud, ami csak a kultúra segítségével tud megszabadulni tőle, és ebből nagyon sok minden következik. És hát ezzel kapcsolatos gondolataimat, 15 év kutató munkáját foglaltam össze. Ugye a politikai pályafutásom idején is foglalkoztam vele, nem nagyon beszéltem róla, mert nem hiszem, hogy ez bárkit akkor érdekelt volna. Most viszont kaptam lehetőséget arra, hogy ezt a könyvet befejezzem, és most itt Dunaújvárosban is szeretném bemutatni az érdeklődőknek. Vona Gábor hozzátette, a könyv egyúttal próbál arra is választ adni, hogyan győzhetjük le a halálszorongást. A halálszorongás már maga a szó is ijesztő. Nem elég, hogy halál, még szorongás is. Azt gondoljuk, hogy az valami különleges dolog, és örülünk neki, hogy mi nem rendelkezünk vele. Én meg azt állítom, hogy minden ember halálszorongó. Mindannyian szorongunk tőle. A szorongásnak ugye az a lényege, és az a különbség a félelem és a szorongás között, hogy a félelemnek a tudatában vagyunk, a szorongásnak nem. Tehát ennek nem vagyunk mindig a tudatában, de folyamatosan ösztökél bennünket, minden embert valamire, hogy az életét valamilyen értelemmel megtöltse. Ez lehet sok minden. Lehet vallás, lehet művészet, lehet tudomány, lehet politika, lehet sport, lehet hobbi, lehet szórakozás, vagy a mai világban fogyasztás, sok minden lehet, de egy biztos, hogy legalábbis az én hipotézisem, vagy az én könyvem szerint minden embert ez motivál a lelke legmélyén, hogy valahogy ettől a szorongástól megszabaduljon, és megpróbáljon valamiféle halhatatlanságra szert tenni. Ahogyan fogalmazott, halálunk tudata hozzásegít minket, hogy tartalommal töltsük meg életünk éveit. Ez a könyv, bár a halálról szól, azért annyiban pontosítanám saját magam, hogy nem a halálról szól igazán, hanem az életről, de a halál fényében. Szerintem, ha nem tudunk választ adni a halálunkra, nem tudjuk megmagyarázni magunknak ezt az egyébként elfogadhatatlan dolgot, hogy el kell mennünk egyszer mindannyiunknak, akkor az életünkre sem fogunk tudni választ adni. Tehát, mondhatnám akár úgy is, hogy a halálunk értelme, ha megtaláljuk, ad értelmet az életünknek. A résztvevők, akiknek a könyvbemutatón hallott beszélgetés meghozta a kedvét a kötet elolvasásához, a helyszínen meg is vásárolhatták a művet. A Munkás Művelődési Központ Köszönjük Magyarország programjának újabb előadása Gubik Ágnes, az Én József Attilám című összeállítása volt. A műsorban a színésznő 10 kedvenc költeményét hallhatták az érdeklődők tangó harmonika kísérettel. Szabad medvék komája én! Szabadságtalan sorvadok! Kedvenc József Attila verseiből válogatott műsorában Gubik Ágnes színésznő a Munkás Művelődési Központban tartott előadáson. Az előadó kifejtette, régóta szoros kapcsolat fűzi a költő műveihez. József Attila mindig a kedvenc költőm volt, már gimiben is, de olyannyira, hogy az érettségi tételem is József Attila volt, mert vagy azt húztam a szóbeli érettséginél, mert hogy annyira annyira vágytam arra, hogy róla beszélhessek. Tehát mindig is nagyon szerettem József Attila verseit. És talán azért is, mert József Attila verses kötete mindig ott van az ágyam mellett, és mindig tudok, bármilyen hangulatban vagy lelkiállapotban vagyok, mindig tudok olyan verset találni, ami akkor éppen nekem szól. Tehát, és mindig találok újat valahogy, amit eddig nem olvastam, és mást, a nem annyira ismert versek közül is. A József Attila vers összeállítás ötlete igazából a járványhelyzetben jött, amikor volt időm. Mert mi színészek eléggé túlhajszoltak vagyunk, és valahogy sosincs idő arra, amit szeretnénk, hanem mindig benne vagyunk valamilyen próba folyamatban vagy forgatásban. És ez az időszak nagyon jó volt arra, hogy azt gondoljam, hogy
hogy valahogy csokorba szedjem azokat a verseket, azt a 10 József Attila verset, amelyek nekem nagyon fontosak és nagyon közel állnak hozzám. És mondom, ez az időszak kellett hozzá, ez a nyugalom időszaka, a járványhelyzet, amikor ezzel tudtam foglalkozni. A színésznő kiemelte, nem kifejezetten egy tematikában válogatta össze a verseket, inkább arra koncentrált, mely művek állnak leginkább közel hozzá. Van 3 szerelmes vers közte, de nem az szerint válogattam, tehát nem a szerelmi költészetre fókuszáltam, hanem a legkedvesebb verseim vannak itt. Tehát amik tényleg hozzám állnak nagyon közel. Gubik Ágnes elmondta, József Attila költészete ma is velünk él. Napjainkban is érezhetjük verseinek igazságát, azt, amit csak nem 100 évvel ezelőtt közvetített. A versekhez Nagy Péter szolgáltatott zenei kíséretet, mégpedig tangóharmonikán. Nágival egy forgatáson találkoztunk, és onnan jött ez az ötlet, keresett meg nyáron, talán júniusban, és hát először is meglepődtem az, hogy megkeresett, de úgy gondolta, hogy a harmonika az valahogy illik József Attilához, és benne van az a zeneiség, amit talán ő valahol sugallhat és mondhat a nézőknek, is talán érezhetünk. Mint elárulta, fontos, hogy eltalálják az arányokat a zenekíséret és a versek között. Igyekszünk, hogy ez működőképes legyen, és figyelem közben, hogy Áginak éppen milyen hevülete van, milyen indítatása, vagy milyen ambíciója van, vagy éppen hogy érinti őt meg a vers, és akkor így próbálom követni. A Munkás Művelődési Központ programjában következő alkalommal a Bartók Kamara Színház színművészének, Polgár Lillának előadását hallhatják. A Családi Kör című műsor második része október 14-én délután 5 órakor kerül sorra. Hát ez a csokor tényleg az egészségügyben dolgozóknak járna, úgyhogy valahogy én pedig a kedvenc József Attila verseimmel próbálom ezt a csokrot továbbadni. Köszönöm szépen! Játékos vetélkedővel avatták fel a Vasvári Pál általános iskola elsőseit az intézményben. Az iskola az eseményt megelőzően egy meseváltót is szervezett, amelyen szintén számos élménnyel gazdagodhattak a diákok. Játékos vetélkedőn vettek részt a Vasvári iskola elsősei. Nem ez volt az első élmény, amelyben részt vehettek az elmúlt napokban. A közelmúltban meseváltót is szerveztek számukra, amely bővelkedett az érdekességekben. A mesehősök is megelevenedtek a játékok során. Dr. Bubó kérdezett tőlem valamit, és erre válaszolni kellett. A jól válaszolóknak a jutalom sem maradt el. Volt ott ilyen tündérbe öltözni, és lehetett kapni, aki kedves volt, ilyen pálcikát, és én is kaptam. A gyermekek egyúttal megismerkedhettek az egészségmegőrzés fontosságával is. Volt ott egy ilyen medve, így beöltözve, és azt kellett megkérdezni, hogy megfázott-e, vagy ilyesmi. És nem evett reggelit, meg ilyesmi, meg hogy belázosodott, mert nem öltözött fel. Az első avatásról az intézmény pedagógusa, Sebestyén Marianna, az egyik elsős osztályfőnöke elmondta, fontosnak tartják, hogy játékos formában építsék ki a közösséget a gyermekek között, valamint a pedagógusok és a diákok közt. Tegnap az elsősök egy meseválton vettek részt, ahol ismert mesék alapján bizonyították, hogy alkalmasak a Vasváris névre. Például olyan feladatokat kellett megoldaniuk, hogy hamupipőkének segítettek szétválogatni a babot a borsótól. Hozzátette, bár számos akadállyal kell megküzdeniük az idei évben, figyelmet fordítanak arra, hogy ne sérüljenek a tanulók érdekei. Ugye ez az év teljesen máshogy indult, ahogy általában az szokott. A szülőkkel augusztusban volt szerencsénk találkozni, de nem sikerült mindenkivel megismerkedni. Az elsősök úgy jöttek, hogy még az óvodából voltak lemaradásaik, ezt igyekezzük pótolni. Meg kellett szokni az új közeget, az új elvárásokat, de türelmesek vagyunk, és azt hiszem, hogy ők is. Úgyhogy egy picit csúsztatva, de elindult az iskolai létük. A Vasvári Pál általános iskola gazdag diák élettel rendelkezik, hiszen a sportnap és a meseváltó mellett novemberben minden évben hagyományosan megszervezik a Mártonnapi felvonulást is.
Munkatársai nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Műsorainkat visszanézhetik a dstv.hu-n, illetve a Dunajváros Televízió YouTube csatornáján. Megtalálnak bennünket a Facebookon, illetve az Instagramon is. Viszontlátásra!